növekedés, az ősz az aratás, a tél pedig a tárolás ideje. A tavasz minden élet születésének évszaka. Ilyenkor az emberi testben a jangcsi is kezd növekedni, a tűz is növekszik. Egy népi szólás szerint tavasszal több ruhát, ősszel pedig kevesebbet vegyen fel. Ez azt jelenti, hogy tavasszal ne siessen vékonyabban, ősszel pedig vastagabban öltözni. Tavasszal vigyázni kell a vékonyabb öltözködésre, mert ha a testhőmérséklet 1-2 Celsius fokkal csökken, akkor az immunrendszer képessége is csökken. A szabadálló képesség pedig nem is csökkenjen. Rőanyugalom. A betegségek 80%-ával kapcsolatban az érzelmi diszharmóniával. Próbálja megfenntartani érzelmi kiegyensúlyozottságát, enyhe örömérzetét. A nagy öröm és a nagy szomorúság egyaránt árt az egészségnek. Folytasson szabályos életmódot. Mint a nap, amely délben a legerősebb, az emberi testnek is déli 12 órakor kell a legfrissebbnek lenni. Éjfélkor pedig a legmélyebben kell aludni. A hagyományos kínai gyógyászat elmélete szerint az ember egyesül a természettel. Ha valaki a természeti szabályok szerinti szabályos életet él, akkor egészséges lesz a szervezete. Ellenjavallott a késői lefekvés. Este 10 és 11 óra között kell lefeküdni. Törekedni kell rá, hogy éjszaka elérjük a mély alvás állapotát. Tavasszal gyakran kell folyadékot inni, és nem csak akkor, amikor szomjasak vagyunk. Szomjúságérzet esetén is már nagyon igényli a szervezet a vizet. Legjobb, ha előkészítjük az innivalókat, és ugyanúgy a rendszeres folyadékpótlásra. Akiknek nincs alványzavara, azok zöld teát. A víz, az ásványvíz és a gyümölcslé is jó választás. A folyadék hiány több betegséget okoz, például ágyéki porackorsérvet, illeti betegségeket, stb. Legyen kiegyensúlyozott az étrendje. A kiegyensúlyozott étrend fontos problémakör. Egy kínai népi szólás szerint reggel jól kell lenni, délben tele kell lenni, este pedig keveset kell lenni. Más nyelvekben is vannak hasonló bölcsmondások. Például az, hogy reggel úgy egyél, mint a császár, délben úgy, mint a gazdag, este pedig úgy, mint a szegény. Manapság a városiak pont fordítva esznek, mivel reggel nincs idő reggelizni, délben egyszerű ételt választanak, este pedig jól bevacsoráznak. Amikor tele van, a gyomor 7-8 szorosára dagad, ezért lefekvés után ez káros a gyomornak és az epének. Ha nem reggelizik, az epebangásos betegséget, sőt epekövet okozhat. A kiegyensúlyozott étrend tehát nagyon fontos. Tavasszal a hőmérséklet emelkedik, sportoljon gyakran a szabadban.